A sekrestjét, valamint a kórust korábban újították fel. Tavaly a tornyot restaurálták, új világítást szereltek fel, és a harangok villamosításának korszerűsítését is elvégezték. A napokban befejezték a templom riasztó berendezésének a felszerelését, ami azért is igen fontos, hogy ne történjen rendbontás, lopás, ugyanis a templom egész nap nyitva áll a turisták előtt. Az idén kezdték el a munkálatokat, és már a vége felé járnak a plébánia épületnek a rendbehozatalán. A tetőszerkezet, az irodák, a fogadótermek és a folyosó felújításával már elkészültek, jelenleg az épület udvari részén folyik a külső festés. A római katolikus plébánia épülete az egyik az első épületek közé tartozik a városban. Tehát egy 200 éves körül épület. És itt persze műemléke védelem alatt áll, ezért mindent úgy kell újítani, hogy különféle engedélyekkel, szabványokkal, szabályzatokkal ugye előírt dolgokhoz kell tartani magunkat. A főesperes elmondása szerint a falusi és a városi embereknek az egyházhoz, a közösséghez való viszonyulása teljesen más. Itt nem a hit megélésének a kérdéséről beszélek, hogy ők mélyebben vagy kevésbé mélyebben. Más a megközelítése ennek a közösségnek az ingatlanokhoz, a templomhoz, a plébánhoz és mindaz, amivel az egyház rendelkezik, de viszont azért érzik ők azt és tudják azt, hogy ez nem a papnak a háza, és hogy nem a pap a saját birodalmát építi, hanem magának a Mária neve plébániának, a belvárosnak, a nagy templomnak, a plébániai temploma, az az övék, az ő ékességük, az ő szépségük, és ezzel ők büszkélkednek.